Na, szóval igen. Szóval, maradjatok csöndben, ott kezdjem el az intrót, na légy szíves. Na. Ezt a videót a Rauk támogatta. Szevasztok, csibészek! Itt vagyunk a következő olyan videóban, amiben itt van velem Bence, Timi, és most már egy negyedik fél is. Szóval arról lesz szó, hogy ma egy olyan játékot fogunk játszani, amiben azt fogjuk, valaki segítsen, azt fogjuk összehasonlítani. Hogy kire jellemzőbb az adott tény, amit elmondom. Nem, ez a koncepció. Tehát ebben a videóban az lesz a lényeg, hogy a két kapcsolatot fogjuk olyan szinten összehasonlítani, hogy melyik az, ahol a benne lévő felek jobban ismerik a másikat. Tehát, hogy én ismerem jobban a Timit, vagy a Krisa ismeri jobban a Májrát. Vagy fordítva, mert vagy fordítva, vagy a Timi engem is, amire a Kristófot. Tehát yes. A két kapcsolatok. De, mielőtt ez kezdődik el, szeretném bejelenteni, hogy a Rauk Mighty My Music Challenge véget ért. Hello! Szóval a sorrend a következő, az első jelölt, az nem más, mint... Alatos. A második... Nyilván az enyém. Nem a Bence jelöltje, hanem a Kristóf jelöltje, a Kinga, és a harmadik pedig a... Az én jelöltem a Barbie. És még így 23-adjára is meg szeretnénk köszönni a hatalmas nagy aktivitást. Annyian reakcionizáltatok meg, annyian néztetek meg mindent, meg ilyenek, hogy ekkora giga like jár nektek. Köszönöm, hogy like. Igen, tehát nagyon királyok voltatok, hogy ennyire aktívan és pozitívan fogadtátok az egész kampányt. Mi meg köszönjük szépen a Rauknak is, hogy benne lehetünk ebben a dologban, és hogy ekkora felelősséget és egy ekkora feladatot bíztak ránk, és hogy megbíztak bennünk. Szerintem ez egy soroljéves Istenem, hogy itt ül egy ember. Aj, hát köszönjük. De hogy meg nem vagy édes. Na, kezdődjön a párbaj. El szeretném mondani, kihagytátok, testvérem, kihagytátok, hogy jön egy kérdés, mondjuk a Kristóf kérdez tőlünk, és hogyha szerintem a Bence rá válasz, akkor a felkettek. Szerintem pedig én vagyok, akkor a rúzsos szék. Ez meg piros. Tehát a két jelenti, a fiúta kapcsolatban a piros meg a... De úgyis rájöttök, amint elindul, megértitek, mert... Szépen. Igen, na, igen, felmegeztem, odaadjuk neked, hello. Ki az, akinek jobbak a tánc mozdulatai egy zenés helyen? Ne, tesó, ez gonosz. Na várjál, ki gondolja magáról, hogy jobbak a tánc mozdulatai? Nem, ki az, akinek jobban néz ki kívülről, hogy táncol. Tehát külső megítélés alapján, mert saját magad szerint nyilván te táncolsz a legjobban. Én tudom a választ, amúgy. Jó, nekem megvan. Nekem nincs. Hát jó, nekem is kicsit izé, de megvan. Várja, hogyha mondjuk én meg a Krisa táncol, akkor mondjuk ki... én, amikor nézem, melyik őtök néz ki kevésbé hülyén? Uh-huh. Kinek te... vannak jobb mozdulat, hogy amikor ilyen gáz? Ki az, aki jobban otthon van a buliban? Nem az a lényeg, hogy te most azt gondolod el, hogy most te hogy táncolsz, hanem hogy szerintem... Effektív, hogy néz ki, amit csinálsz. Tehát mit tudom, ha tudsz mondjuk sáfélőzni, amit mondjuk nem tud egyik őtök se. Mondjuk a Krisa nagyjából. Tehát érted, hogyha effektív a mozdulat jobb. Aha, értem. Jó, akkor mehet szerintem. Minek? Mert nem láthatok egymást. Három, kettő, egy. Hát ez egy minusz pontás fogja. Olyan famozgásodban hallod, mint... Hallod, elmondom neked, amikor táncol, akkor mindig mondja, hogy én vagyok Groot. Na, ezért ad ilyen famozgásom, hogy ilyen technikus. Egyszer nem látott még normálisan táncol. Hallod, nem? Nem, ne egyegesítsetek, Bence, te már látod, hát egyen a szíved, mindig mondom, hogy úgy táncol, mint egy robot. De te hogy néz ki kívül? Hogy néz ki? De én lennál szexim. Hallod, mutassam, hogy táncol így. Mira? Nem, amira az normálisan táncol szerintem. Mert előtted nem táncol, mert téged már nem kell. Maradjál olyan mozgásod, mint egy mezei pocoknak, Dick, hallod? Mezei pocoknak milyen mozgásod? Hát mint neki. Mi jön? Amúgy jó, hogy csereg, és nem tudom, hogy melyikbe hittem bele. Nem jó? De. Na. Egy zenei fesztiválon, vagy egy buliban. Csak ne. Ki kezdjen el ismerkedni hamarabb egy másik emberrel? Úgyhogy a másik ott van mellette? Aha. Hát, vagy és egyetlen egyet nem fogja mivel főzni, de nem feltétlen be, nem, csak... hanem nyitni egy másik ember felé. Hát mondjuk. Olyan, amikor olyan, amit kicsit tetszik is, az a másik, de úgy de nem, barátnőd nem úgy van, vagy barátod van. Nem úgy érte, hogy közvetlen ott van melletted a Timi, csak úgy egy helyen vagytok. Ja, de úgy nálam. Ismerkedni, hogy valakivel kacérkodni, vagy csak beszélgetni. Szabónál van egy veretős buli. Igen. Egy hatalmas, My Music, My Challenge ünneplős buli nálam. Dance van. Ott vagytok mind a ketten, neked van egy csávó, aki azért úgy tetszik, de azért van a Bence, meg szereted, meg ilyenek. Neked meg van egy csaj, aki úgy tetszik, de azért van a Timi, mert szereted, meg ilyenek. Kiszólna oda, a másiknak oda előbb, úgyhogy tudja, Ezek tudja, hogy ott van ugye a párja.
Mert ezek legalább jó kérdések. Na, remélem, hogy ezt össze megtaláltad. Remélem, úgy gondolkozol, ahogy én, Bence. Nem, de az nem, de várj, olyan opció nincs, hogy egyiket se rakott fel. Tudom, de, rem, de tudom, de remélem, hogy de ez már a hiszti előtti hangot. Álljál, nem lehet beszélgetni! Oké, most ezt hazzárjam ki. Ne csináljatok. Nem látom őket. 3, 2, igen, 1, 0. Ez az. Azért, mert én buliba nem megyek el full józanul, és hogyha egy icipicit is iszok bármit, akkor mindenkivel elkezdek beszélgetni. Mint például szilveszterkor nálatok. Mindenkivel beszélgettem, aki nem is volt szimpatikus. Mindenkettő részegek vagytok, és rátok mászik egy ellentétes nemű ember, akkor kireje, ki az, aki inkább nyitna? Hú, de legyen! Zárja, attól függ! Menjünk vissza, jó voltak az előző kérdések, ebben tényleg veszekedés lesz hazafele. Na, mondjuk részegek vagytok, mindenkettő másik buliba vagytok, és hozzá vagy egy srác, hozzá meg egy lány. Csak hogy ki az, aki nyit felé, hogy elkezdve beszélgetni, és szépen leolni. De várj, megcsalásra volt, ha nem. Aki effektív belemegy, abban... A Kristóf abba, mindenkivel beszélget, úgyhogy ilyen... Nem beszélget, hanem effektív megcsalás. Tehát azt oda megy hozzád, és így megvan. De várj, ez nagyon helyzettől függ. Most ebben nem... Milyen helyzettől függ? Ne akadj már így ki. Nem tudom. Jó, oké, csináltam. Elnyugodtam. Jó, számoljatok vissza. De nem, elvégig nem tudom. Na, nem tudom még, várj. Kettő, három. Hajjajjaj! Na várjál, várjál! Hát akkor ezt beszéljük meg! Miért gondolod ezt a mondatot? Na először te mondd el te logikádat, de hölgyék az elsőség. Nem, én kíváncsiak a tiédre. Én azért gondolom ezt, mert én biztos, hogy nem csinálnám meg, ezért tudtam nem tartani. Viszont úgy gondolom, hogy te se, de azért úgy szeretem is belemelni. Mit mondtál? Bebaladtam. Mondom, hogy én nem tenném meg soha, ezért volt ez a kék rend. B-verzió az volt, hogy akkor ezt van emeljen. Mennyire önvédés? Mert... Csak azért elmentelek, amely nem mennék rá képes. Ebből bármit mondok, ebben rosszul jövök ki. Igen, nem, ezt nem nyerheted meg. Na és te miért? Te miért? Várjál, meneted már tovább. Hát most itt tettem, most nem tudom. Szerinted miért ő? Hogy állok te a dumámat, jó? Hogy... Ugyanazt hazudták, megbeszéltük meg. Melyikitök szereti jobban a másikat? Ííí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 í Én próbálok úgy gondolkozni, hogy pontunk legyünk szépen, pontunk. Ne beszéltek, de ez már most csalás volt. Igen. Na, nekem megvan. Nekem is. Na, 3, 2, 1. Miért? Mert te akkor sem tudsz csúnyán beszélni, mert amikor veszekszünk, én meg néha igen. Ez milyen érsz szívem? Azért, mert te olyan nagyon szeretsz, hogy... Mert te sosem tudsz rám haragudni, én meg szoktam néha egy kicsit. De csak egy percig. De te soha nem tudsz rám, pedig meg én sokkal... Hát olyan nagyon biztos. Akkor most azt tudom kérdezni, mi van akkor, hogy a Timi nem szeret téged amúgy annyira? Ha csak kérdezem. Mármint? Vagy a Bence téged? Hát mindegy. Jó, menjünk a következő kérdésre. Miért gondoltad, hogy én? Folytathatnánk a videót? Mehetünk tovább akkor? Kire jellemzőbb az, hogy füllent vagy elterlíti a történetek igazság alapját? Tehát, hogy színezi őket. Ez megint nem jó. Más mert itt. Jó, nekem megvan. Nekem megvan. Kicsit kamuzik. Én is tudom, hogy ki lesz, de... Oké, mehet tőle, mehet. Ajajajajajajaj, de rosszra van. Mondjuk, 3, 2, 1. Pont ide fele beszéltünk. Igen. Szóval még... Hát ez érted, de kicsit hozzá kell rakni. De nem mindig, hangsúlyozom, nem mindig. Egyszer volt egy néni, azt mondta, hogy szép az idő, és akkor így mesél ilyen nekem, hogy... Egyszer volt, belén rúgott az a hű... Aztán odajött, mondja nekem, hogy hú, de szép az idő, tudod, mondja ilyen flagbán. Most erre mit tudok mondani? Most érted? Csak ez annyi volt, hogy azért tenni egy... Gyerekek, szuper rajok voltunk, összeveszett mindenkivel, két kapcsolatnak most lett a vége. Írjátok oda a kommentbe, hogy hashtag RIP minden kettőnek, légy szíves, mert a könnyen kicsordul a hegyiről. Nyomd meg a like-ot, kérlek szépen, kövessébe... Oh, ne... Kövessébe mindenkit Instagramon.
oda kell vágjam, ugye? Igen. Ott van egy csomó Insta. Mindenki nagyon sokan követnek, nekem nem kell. Mindenkit, légy szíves. Köszöntük a figyelmet, és még egyszer köszöntük, hogy részt vettünk ebben az egészben. Legyetek jók, és ha tudtok, a több. Amúgy mi nyertünk. Igen. Bye! 2-1, hello! Igen, csalással, mert az utolsó, amúgy az utolsó kérdést nem mondtam, hogy ne azt tegyük fel, mert azt mondták a kocsiba. És azt mondták, hogy jó lesz.